A gyermekszületését követő időszak meghatározó a fejlődés szempontjából. Sokat segít a szülő és kicsi közötti szoros kapcsolat kialakításában, ha együtt mozognak. A kapcsolat teremtésre pedig kiváló lehet többek között a babaúszás, illetve jóga. Erről tartott előadást Korsós Rita, gyógytestnevelő, a Tolnamözsi Baba Klub legutóbbi foglalkozásán. Már maga a baba jóga szó, tehát hogy nem a baba jógázik, hanem igazából a kisbabás jóga az egy baba masszírral kezdődik, baba masszázsal, ami egy száraz masszázs, és miközben dalolunk és mondókázunk, utána pedig megnyújtóztatom anyukát, hiszen az egész napos a picikét cipeli és szoptat, megrövidülnek egy kicsit az izmok, tehát hogy a testtartására nagyon fontos hangsúlyt csak kell fektetni, hogy kihúzza magát, hogy jól tartsa magát, hogy karban tartsa a testét, hiszen akkor érzi ő is jól magát a bőrében, hogyha fit, és igazából a babával is tornázunk, vannak olyan kis pozíciók, amiket a babával is szoktunk csinálni, illetve utána anyukát tornáztatom meg egy picit. A nagybabás jóga annyival tér el a kisbabástól, hogy amikor már elkezdenek kúszni, mászni, akkor már a gyermeknek a bemelegítésével kezdünk, egy kis játékos tornával, és ami belefér, amennyit engednek a picik, annyit tornázzunk az anyukákkal is, és még egyszer mondom, nem kell megijedni a jóga szótól, hiszen ez jógás előképzettség nélkül is látogatható, hiszen ez testtartást javítunk, egy kellemes, jól eső átmozgatás történik is rövid sorozatokkal. A baba jógát akár már 8 hetes kortól elkezdhetik a kicsik. Ameddig el nem kezd kúszni, mászni a baba, hiszen akkor már nem engedi ezt a masszázs részét annyira, ahogy csináljuk, ekkor már át lehet jönni a nagybabás jógába, és akkor ezt amíg el nem megy a bölcsibe 2-3 éves koráig. A szakértő azt mondja, a babának az egész foglalkozás játék, mégis fejleszti az idegrendszerét, mozgásérzékelését, egyensúlyérzékét. Egyrészt azért, mert hogy mondókázunk, énekelünk, tehát a beszéd fejlődésére is nagyon jó hatással van. Átmozgatjuk a picikéket, tehát neki is egy ilyen felfrissülés, ő is jól esően elfárad, és reméljük anya is jól esően elfárad, illetve egy jó közösségbe kerül, ahol lehet kérdéseket feltenni, és kiszabadulni egy kicsit a szürke hétköznapokból. 2007-ben végeztem el a babaúszást, és mindig én nézek új lehetőségek után. Igazából gyermekjógát kezdtem el tanulni, és a gyermekjóga oktató mondta, hogy ő tart babajóga képzést is, és nagyon felkeltette az érdeklődésem, hiszen a babaúszásba is tudok használni olyan elemeket, amiket ott tanultam, és a maga a képzés nagyon jó volt, és úgy éreztem, hogy akkor szeretnénk kipróbálni ezt a területet is. Amikor elkezdtem a pályát, akkor foglalkoztam nagyobbakkal is, tehát hogy dolgozok jelenleg is óvodákban és iskolákban is, de nekem ez a kicsi korosztály a szívem csücske. Nem azt mondom, hogy nem szeretem a nagyobbakat, de a kicsik azok nagyon-nagyon szeretek vele. Az óvodában egyrésztről még, hogy a babáknál maga ez, hogy egy csoda, amikor az ember oda bemegy, és azt csinálhatja, amit a legjobban szeret, és a kisbabáknak az arcát látni, és mozogni velük a vízben, akár a szárazföldön. Az óvodás korosztályt is nagyon szeretem, mert hogy még annyira szeretnek mozogni, tehát hogy ez a amikor jön később, amikor megnövünk, és már ez sem tetszik, már ez a játék sem akar, ezt a játékot sem akarom játszani, tehát hogy ez már egy kicsit olyan szenvedősebb rész, nyilván nem mindenhol, meg nem mindenkinél, de pont ez az őszinte mozgás szeretet, ami még megvan bennük ilyenkor.